Zene és mozgás a legtöbb fiatal figyeltestének épségére formálására. Ezek a felvételek Nyíregyházán egy belvárosi edzőteremben készültek, a kondigépek itt szinte sosem üresek. Egyre elterjedtebb Nyíregyházán a fitness edzés, meg úgy bármilyen sportok, ökölvívás vagy küzdősportok. Abban is észre lehet venni, hogy egyre több edzőterem nyílik. Egy bizonyos réteg szinten nap mint nap edz, ám a statisztika szerint a magyar felnőttek alig 15%-a sportol rendszeresen, ez heti 2 alkalmat jelent. A gyerekeknél is megdöbbentő a szám, a mindennapos testnevelésen kívüli gyerekek csupán 10%-a mozog rendszeresen. Ezért és az egészség megőrzése érdekében könnyen hozzáférhető ingyenes sportparkokat építene a kormány országszerte, ehhez hasonlót. Az ötlet nem új, Nyíregyháza ezen a területen élen jár, a városban több parkot is használhatnak a mozogni vágyók. A rendszeres és aktív testmozgást szeretnénk elősegíteni azzal, hogy 11 helyszínen 136 sporteszközt állítottunk fel a városban. Ezek a sporteszközök igazából minden izomcsoport átmozgatására, nyújtására, erősítésére alkalmasak, illetve hát rehabilitációs és prevenciós célokra is lehet használni, úgyhogy az idősebb korosztálynak is ajánlani tudjuk. Evezőpad és láblengető a kondiparkokban mindenki megtalálja a számára megfelelő mozgást biztosító eszközt. Én napi rendszerességgel járok ide edzeni, nagyon jónak találom egészségmegőrzés szempontjából. Hát mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a szabadtérit. Nagyon jól lehet itt a tó körül futni is, ezt is nagyon jól ki lehet használni. Én nagyon jó dolognak találom ezt. Jövőre 2,5 milliárd forint jut szabadtéri sportparkok építésére, az önkormányzatok augusztus közepéig pályázhatnak.